It's black and white. Nos hát üdvözlök mindenkit ismételten először a nyári szezont indító vloggal. Ugye elkezdődött a nyári szezon és egy-egy zártuk az első hetet. Az ellenfelek a G2 volt és a Vitality. G2-re ugye vesztettünk, a Vitalityt pedig sikerült megvernünk. A belső gondolatokat szeretnék megosztani ezekkel a meccsekkel kapcsolatban. Ugye a G2 elleni meccsen elég könnyedén lesöpörtek minket, és úgy tűnt, hogy egy elég nagy stomp volt. Kicsit arra szeretném ezt visszavezetni, hogy ugye sokaknak a fejében az van, hogy a Splice egy late game csapat jelenleg, hogy mindig late game-re draftolunk, meg hogyha eljutunk a late game-be, akkor automatikusan nyerünk, és ez a win kondíciónk, ez a győzelmi kondíciónk. De ez jelenleg a mi csapatunkra egyáltalán nem igaz. Mi csapatunk az elmúlt hetekben nagyon megerősödött az early game és a mid game tekintetében, és ezek a kompozíciók, amik early game-re fekszenek rá, ezek a legjobbak számunkra. És a G2 ellen is igazából domináns lanereket akartunk hozni, de a draft az egyáltalán nem úgy alakult, ahogy szerettük volna. Egy ilyen nagyon late game kompozíciót sikerült összerakni, ahol olyan lanereink voltak, akik alapból vesztek a lényüket 1v1-ben. Toppon Nico Rumble ellen, Nico fog pusholni folyamatosan, midden volt Silas Rise ellen, itt a Silasnak van early game nyomása, méghozzá rengeteg, botlane az pedig körülbelül ilyen kiegyenlített. De az, hogy két pushing lényük van, és emellett egy nagyon erős junglerjük is, ez bőven teret adott a G2-nek, hogy azt csináljon az early game során, amit akarjon. És innentől kezdve pedig mi a játékon belül úgy éreztük, hogy nagyon erőltetni kell a harcokat, vagy valamit csinálni kell. Valahogy az early game-et átvészeltük anélkül, hogy túlságosan nagy deficitbe kerültünk volna. Ilyen 1500 max 2000 gold előnye volt a G2-nek, viszont nagyon úgy éreztük a játékon belül, hogy nem csinálunk semmit és csinálnunk kéne valamit. Főleg azért, mert olyan hőseink is voltak, például a Rumble az alapból egy early game hős, amivel fel lehet adni a laning fázisodat és rámész erre a swappolásra, amit meg is csináltunk játékon belül. De ez egy olyan early game hős, amivel igazából előnyt kell kialakítani a pályán, mert vissza fog esni a játék későbbi fázisaiban. Rexha az ugyanúgy szintén egy olyan jungler, amivel valamit csinálni kell early game-be, de nem voltak lehetőségeink, mert pusholták toppot és midet is, és ezáltal a kontrollt top oldalon nagyon át tudták venni, és folyamatosan volt visionjük arról, hogy Rexha éppen hol is van, és ezáltal nagyon megkönnyítette a dolgokat, hogy azt csináljanak a pályán, amit akarnak. Úgyhogy early game-ben nem sikerült semmit alkotni, és amikor kidájvolták Mareket midlane-en, közben Capsram tépített boton és engem is megöltek, és közben még 2v3 van, Northcrant is megölték toppon. Onnantól szerintem teljesen szétesett a meccs, és talán rámentünk egy gyors teamfightra a Herald körül, de ez esélytelen, mert a G2 mint csapat úgy játszik, hogy legerősebb, legdominánsabb lanereket választják. Igazából őket nem is érdekli, hogy teamfight kompozíciójuk van, vagy split push kompozíciójuk. Ők nekik az a céljuk, hogy minél nagyobb előnyt kialakítsanak a laning fázis során. Ha elég nagy az előnyük, akkor tudnak teamfight-olni egy teamfight kompozíció ellen is, mivel akkor előnyük van, ez 5000-6000 arany előny, amit ki tudnak alakítani, ez bőven elég ahhoz, hogy kompozíció az ne számítson egy harc során, és ők el tudják azt hozni. És hát ez a stílus, ez elég kifizetendő számukra jelenleg, és ezzel eléggé dominálják itt az LEC-t, illetve nem csak az LEC-t, hanem úgy tűnik a világ többi csapatát is. Úgyhogy a G2-nek a szintjén még nem vagyunk, de szerintem, hogyha egy jobb draftot sikerült volna elkapni, akkor máshogy is alakult volna a meccs, de ezt majd legközelebb, hogyha találkozunk velük, ezt majd kiderítjük. Ugye a Vitality ellen meg pont sikerült összehozni ezt a kompozíciót, amit szerettünk volna. Volt pushing mid, pushing bot, egy erős jungler, egy nagyon erős early game jungler, és topra meg egy olyan hőst választottunk. Én itt a Poppyt mondtam, igazából Nárt szerettem volna, akit ugye ott láthatjátok, éppen az ágyon fekszik, és szeretett volna a játékba is beugrani, de nem sikerült neki, mert ki lett bannolva. Így a Poppyra esett a választásom, amit úgy gondoltam, hogy egy olyan hős kell ad a topra, aki tartja az ellenfél topposát, és igazából az volt az egyetlen feladatom a játékon belül, hogy tartsam az ellenfél topposát, és valamennyire egyenlőre menjünk ki ott a top lane-en. És közben a botlane meg a midlane majd lehozza a meccset, mert olyan kompozíciót raktunk össze, ahol mind a kettő lane pushol, és erős a junglerünk, tehát a botlane dive-ok azok nagyon alapvetőnek tűnnek. És ezt a meccsen sikerült is összehozni. Jó nagy előnyt tudtunk kialakítani, és még a kompozíciónk is nagyon erős volt. Az pedig, hogy sikerült összehozni pár jó kis Poppy play-t, az kifejezetten örömmel tölt el. Are pretty exciting as well as Jizuke and Kabashad look for a fight down to hit to the waters of the bottom lane. Jizuke, you've done that twice already! You cannot disrespect Chachi's Poppy! Ugye nem sok lehetőségem volt hozni a tavasz szezon során, de most úgy gondolom, hogy a nyári metában sokkal jobban felszabadultak a hősök. Tehát nincsenek ezek a domináns top lane hősök, amik megfojtják a másik hősöket, hanem sokkal inkább szabadabban lehet választani, és igazából aki amivel erős, azt hozhatja. Szerintem az early gaminket nagyon sikerült felerősíteni az elmúlt 2-3 hét során, amikor gyakoroltunk. Erre fektettük a hangsúlyt, és ez most az erősségünk. Úgyhogy szerintem a következő hetekben is egy erre való fókusz lehet majd látni tőlünk, hogy early game draftjaink lesznek, amikkel megpróbálunk minél nagyobb előnyt kialakítani a pályán, és ezáltal kicsit hasonlóan, mint a G2 lehet harcolni is. De mi ugyanakkor jobban figyelembe is veszük azt, hogy milyen team kompozíciót rakunk össze, mert szerintem jelenleg ezek a teamfight kompozíciók ezek nagyon erősek, és rengeteg engage potenciál van minden lane-ről, tehát a support is tud engage-et hozni, top lane, jungle, mid lane is akár. Az AD carry-nél pedig az ilyen Sivir, meg hasonlóak vannak metában, Sivir, Kaisa, és reméljük, hogy a jövő hetekben sikerül majd 2-0-ás eredményeket összehozni. Én bízom benne, és szerintem egy jó kis nyár elé tudunk majd nézni. Köszönjük szépen a szurkolást, és jövő héten majd ismét jelentkezünk. Sziasztok!